Döntős bejutott. Harmadik helyezett Kokonzé 107 ponttal, harmadik Toyer 112 ponttal, második helyzetre jutott a döntőbe, és Dévo 135 ponttal első helyezett, tehát Dévo-ba fogjuk nézni a döntőbe, 15 perces lesz, és a legtöbb Freddy nyer. 3, 2, 1, és indul a döntő! Hát azért mégiscsak nyerni akarnál, nem akart? Jó ez így. Én elégedett vagyok. Hihetetlen izgalmas volt nézni téged hátulról, hogy hogyan buzogsz. Nem láttam még ember, aki elhajol a rakéta elől. De elhajoltál jobbra is, balra is. Néha bejött, ez vicces volt, hogy de persze strépelt hoznál, de zseniálisan buzogtál. Mesélj, hogy érzed magad? Hát még mindig pörg az adalig bennem. Hát meg a kezem. De azonnal ez a végén egyszerűen kimerültem, és hát bennem volt ős, hogy nyilván a skill nyert. De győztesünk, ennyi van, és az Csúi. Csúi, gyere ide, légy szíves, és most te beszélsz.
Most megbeszéltünk, mivel nem... Köszönöm, köszönöm a lehetőséget, ezt megszerveztem, és kurvára várt, hogy ilyen lampartot már régóta. Régóta dolgozom a gyerekkorom óta, de vannak nagyon-nagyon régóta, de nem jutott hozzá, de abszolút. Kurva jó volt, mindenki izgalmas volt. Azban az oldalon jobbak voltak a szabályok, hogy mindig volt fegyver, igaz, nem szpónok vissza semmi, de legalább intenzív, pörgős volt, és így a végére én is éreztem adani. Tudom, hogy csak nyugodt vagyok általában, de... Ja, király, köszönjük szépen! Egy 31 éves, egy gyakorlatilag egy éve idősebb az emberünk, mint a Doom, és dominálta a bajnokságot a végén. Hogy érezted az, amikor mondtam az eredet, hogy vettétek át fordjon egymástól a lídert, akkor ilyenkor éreztél valami buszot magad, akkor most meg kell mutatni? Egy időben éreztem, hogy igen, hogy ja, lehet egy kicsit jobban kéne, oda kéne figyelni, hogy nem érted az elem. Csináltam hülyeségeket, suicide-ot, de a jó barátom hitől meg néha motiváltad így, hogy egy jobb legyek. De nagyon játszott mindenki. Mindenkinek volt saját taktikája, taktikai rakéta, sniper shot, shinkan adarálás. Valószínűleg,